a videó elkészültét. A Hypehoz támogatta. Sziasztok, én Patrik vagyok, és ez itt egy tutorial videóm lenne, hogy hogyan is kell készíteni HTML weboldalt. Hát első dolgunk az lenne, hát most csak a sima HTML-t fogom bemutatni, nem lesz CSS meg ilyesmik hozzá, úgyhogy ja. Első dolgod, létrehozol egy szöveges dokumentumot, ezt átnevezheted bármire, de hagyhatod így is, én most így fogom hagyni. ja, és akkor csinálunk egy olyat, hogy én Notepad-del fogom csinálni, hogy jegyzetembe is nekem így jobb. Ezeket bezárom. Most ezek nem kellenek. És akkor el kell kezdeni a HTML kódolást, de először UTF-8 kódolásra kell állítani, hogy írja a ékezeteket. Oké, okay, most csinálunk egy olyat, hogy mentés másként. Ezt átletne az bármire, de én index.html-re fogom átnevezni. A .html az kell, mindig a végére, hogy .html. Úgyhogy kezdjük is, mentésre ráviszünk, és ezt már ki lehet törölni, ezt a amit létrehoztunk új szöveges dokumentumot, és itt van nekünk az index.html. Ha ezt megnyisztjuk, akkor hát várjatok egy picit bagos. Ezt meg tudnánk nyitni, mert please. Szarakodni szokott a Microsoft Edge. Open, please. Nem, oké. Okay. Nincs probléma. Oké, akkor nem fogom megnyitni. Ezt a weboldalt pedig le fogom linkelni, de kukkancsatok fel az én weboldalamra is. Azt is megtaláljátok a leírásban. Igen, itt a weboldal, még full üres. Úgyhogy mindjárt teszünk ez ellen, hogy ne legyen az, úgyhogy nézzük is. Kaptuk egy ilyen fájlt, HTML kiterjesztéssel, és akkor jobb klik, és vagy jegyzetömbel, vagy Notepad++, vagy ilyesmi programokkal. Ha így fogja kihozni, így, akkor társít, jegyzetömb, ha ezzel akarjátok, és kiexelitek, ha végeztek, de nekem itt van edit, white, with, notepad++, úgyhogy kezdjük is el. Első lépés, létrehozzuk a HTML-t. Van, aki nagyjal írja, de azt hiszem lehet kicsivel is. Be van állítva, hogy nekem automatikusan csinálja meg ezt. Amit úgy tudtok megcsinálni, hogy programok, és ezt most nem tudom nektek megmutatni, hogy kell, nekem is ezt mutatta egy gyerek, de mindegy. Az a lényeg, hogy létrehoztak egy HTML-t, Alt-G-R plusz hosszú i-vel tudtok ilyet csinálni, a másikat meg Alt-G-R plusz y. És létrehoztuk egy HTML-t és egy per HTML-t, ami nagyon fontos, hogy legyen per HTML is. Na, ezen belül kell nekünk egy olyan, hogy head. Ebből is kell csinálni per headet, és nyomtok köztük egy entert. Van, aki úgy szokta, hogy így, hogy átláthatóbb legyen. Oké, okay, akkor még csinálunk egy olyat, hogy title, vagy title, nem tudom, hogy kell kiejteni. És ide meg tudjátok adni a
mindjárt tudom, hogy mit, hogy itt mi legyen. Itt, hogy HTML tutorial. Ehelyett most mi nem azt, hogy, nem azt írjuk oda, hanem hogy mondjuk tutorial.hu. Igen. Oké. Akkor ha ezzel kész vagyunk, de ilyet mindig csináljatok. Ezt. Ez fontos. Azután csinálnunk kell egy olyat, hogy body, és ebből is csináltuk egy olyat, hogy per body. Én most így fogom csinálni, hogy átláthatóbb legyen. És ebbe a body-ba meg csinálhattuk olyat, hogy H1. Ezzel meg tudjátok adni, ezzel a parancsal, hogy mi legyen a... mindjárt hozzám, hogy ez mit csinál. Mindegy, ez jó lesz, ezt el fogjuk menteni ezzel a kis ikonnal, vagy file, és mentés, vagy Ctrl-S, de nem is ez a lényeg, hanem itt ezt meg fogjuk nyitni, és itt ez lesz, hogy ez egy valami, és itt van a, amit mondtam, én sem vagyok nagy weboldal programozó, de azért az alapokat tudom. Itt van, hogy tutorial.hu. Ez csinált ez a sor. Itt ez a H1, ez egy valami. Azt pedig ide írta. Oké. És akkor megmutatom, hogy még hogy milyen parancsok vannak a H1-gel kapcsolatban, és hát nem azt, hanem hogy hogy tudjátok a nagyságát állítani. H6-ig van azt hiszem, és H2. Inkább ezt kimásoljuk, és úgy gyorsabb lesz, és meg tudom nektek mutatni, hogy mit csinál ez a parancs. És hát parancs, hogy hogy tudtok betűméretet állítani, 1, 2, 3. Úgy kéne kimásolni, hogy csak ez legyen. És akkor 3, 4, 5 és 6. És akkor ezt átírjátok. Ez 6, ez 5, ez 4, ez 3, ez 2. És akkor itt a másik oldalt is átírjátok mindegyiket, hogy jó legyen. És 5. Azt hiszem, hogy 6-osig van, de ha nem, akkor elnézést, és akkor nyomunk egy frissítést, igen, 6-osig van, és akkor itt tudjátok állítani a méretét. Az 1-es a legnagyobb, és a 6-os a legkisebb. Úgyhogy itt tudjátok megcsinálni, hogy legyen ilyen dolog. Érte? Oké. Van még az a parancs is, hogy ha azt mindjárt tudom, csak először ezt megmutatom nektek, hogyha nem akartok így megcsinálni, akkor kimásoljátok ezt, és kész vagytok vele, és már csak írnotok kell ezeket a dolgokat, de én inkább szeretem megcsinálni. Még van az a parancs, hogy mindjárt mondom, hogy BR. Ez a parancs annyit csinál, hogy még így néz ki, így. És ha ez a BR ott van köztük, akkor egy ilyen szó közt tesz, vagyis hát egy enter tesz alá, vagy ahova rakjátok. Úgyhogy, ja, ez egy hasznos parancs még. És még mit kéne elmutatnom? Ja, még van egy olyan parancs is, hogy B. Nyomunk egy Enter-t, vagy akár nem is muszáj, és ide beírjuk azt, hogy itt lesz egy valami írva. Oké. Elmentitek ezt a amit írtok, és
Hát úgymond ez egy vrágy parancsnak is mondható. Ja. Így fog csinálni. Nem fogja kiemelni a szövegeket. Így ilyen nagy kövérbetűre, vagy minek hívják ezt. Oké. Okay. És akkor ebbe is szerettek ugyanúgy BR-t. Ez a pár BR, ez nem kell, csak sima BR. És akkor így fog kinézni a szövegünk, hogy tesz egy Enter-t közé. De megmutatom, hogy ez semmit nem fog érni, hogy így Enter-t raktak ide. Igen. Most semmit nem fog érni, mivel azt nem érzékeli, úgyhogy Enter-t nyomjuk. Basszus. Igen. És mindegy. Én azt mindjárt megcsinálom. És akkor még melyik parancsot kéne megmutatnom? Azt hiszem, hogy ez még talán egy fontos. Hát még melyik nem fontos, de ez nem bírja ki. Center. Oké. Oké, és akkor ha ezt így elment, el fogjuk menteni, igen. Akkor megnyitom. És akkor középre rakja ezeket, ameddig hát nem zárjuk le ezt a center parancsot. Azaz, ha egy Enter-t nyomunk ide, és mondjuk tegyük fel, hogy csak eddig akarjuk, hogy centerezve legyen, hogy középre rakja, center az azt jelenti, akkor így fog kinézni. Ezt miért nem rakod oda? Elárulod nekem. Ja, mert megvan. És akkor ez már nem kell nekünk, ez a sor. És akkor ide rakunk egy center parancsot, és most már így lesz, hogy középen lesz. Oké, és még van az a parancs, hogy BR talán, ja nem, azt már mondtam. Hát most, ami úgy így első részben kellett, az kb. Szerintem ennyi. Ezt a sorozatot úgy akarom, hogy több epizód lesz belőle. Meg fogom osztani, amit én tudok a weboldal készítésről. Hát eddig ennyire jutottunk. Úgyhogy ja. És ha szeretnétek, hogy folytassam ezt a sorozatot, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és jelezzétek nekem kommentbe, hogy szeretnétek-e, hogy folytassam ezt a sorozatot. Elég kezdő vagyok én is a weboldalon készítésben. Úgyhogy, ja, de még meg fogom mutatni az én weboldalamat is azért. Nem felejtem el, akkor ezt linkelni fogom, ezt kimásoljátok, és ja, ez nem tudom, hogy mit jelent, de biztos jó dolog. Úgyhogy majd a színekre rátérünk a következő részbe, de megmutatom az én weboldalamat, így néz ki. Itt található a videók hát igen, itt az új videókat találjátok meg, ki fogom mindig posztolni, már 3-at is raktam. Ezt próbálom, amint felrakom, rögtön kirakni. A kapcsolat az még nincs kész. Igen, ez egy template az első oldal, meg a hírek is template még. Egy csak azért raktam be, hogy ne legyen üres az oldal, de készülőben van. Hát akkor köszönöm. Yeah.